A lányoknál megismétlődött a tavalyi székesfehérvári döntő, akkor is a Nyíregyháza játszott a Vasassal az aranyéremért. Most az első szettben nehezen nyertek a hazaiak, a másodikban viszont könnyen. A házigazdák csapatkapitánya azt mondta, a második szett után elbízták magukat, ezért jött össze nehezen a győzelem. Az első szett az igen szoros volt, nagyon örültük, hogy megnyertük, a második szett az elég könnyedén ment. Hát a harmadik szett is szoros volt, mert szerintem azért, mert elbízhattuk magunkat a második szettben, de sikerült azt is nagy küzdelemmel megnyernünk. A harmadik szett nagyon izgalmas lett. 5 ponttal is elhúzott a Vasas, de a végjátékban 21-20-ra már átvette a vezetést a Nyíregyháza. 24-22-nél azonban rontottak, így kapott egy esélyt a Vasas. A fővárosiak vezettek 25-24-re, amikor megrázta magát a házigazda. A végső pontot a csapatkapitány Szilágyi Csenge ütötte. A Nyíregyháza edzője Moravszky Gyuláné a csapatmunkában látta győzelmük okát, de azért néhány játékosát és a frenetikusan szurkoló szülőket is kiemelte. Mi talán sokkal jobban akartunk, mint ők, és azt gondolom, hogy gratulálnom kell a csapatnak, hogy minden technikai elemnek megfeleltek ezen a bajnoki döntőn, és minden tiszteletem az övék és a szüleiké, akik ilyen lelkesen végig szurkolták a döntőt és a 3 napot. A fiúknál a Szolnok és a Dág játszotta a döntőt. Másfél óra játék után 3-1-re a Szolnok nyerte meg a fiú döntőt. Hatalmas szívvel és lélekkel tudtunk küzdeni. Véleményem szerint a Dál 2 játékosra játszotta végig ezt a tornát, illetve a bajnokságot. Nekem több olyan játékosom volt, amelyik egy-egy pontot határozottan meg tudott csinálni. Úgy gondolom, hogy ez volt az, ami eldöntötte a mérkőzés sorsát. A 3 napos bajnoki döntő végeredménye a fiúknál 6. helyen a Sümeg végzett, 5. lett a Felsőváros, 4. a Dobronc, bronzérmes lett a Kecskemét, 2. a döntőben alul maradt Dág, míg 1. a Szolnok. A lányoknál 6. lett a Békés Csaba, 5. a Kecskemét, 4. pedig a Felsőváros. A bronzérmeket a gödöllői lányok nyakába akasztották, 2. lett a Vasas Óbuda, míg a bajnoki aranyat idén is a Nyíregyháza szerezte meg.